Népi kultúránkat ápolni, szívvel és lélekkel megőrizni az eleinkből ránk maradt értékeket mindannyiunk kötelessége. Ezt teszi többek között már másfél évtized a szolgatélkedő, ezt teszitek ti is, mint a vetélkedő résztvevői, akik a népzene eredeti hangzásának tolmácsolására vállalkoztak. Ebben az igyekezetetekben mindannyiunknak sok sikert kívánok a mai székelykedei selejtező. A mai találkozó alkalmával fogadják az utassai képtartsukat és az iskola hagyományozó csoportja járásvászák vásárzőinek. Megállt a Leon, mert megvár az Isten vele, mert a
majd én megtanítom, ha nem tud dolgozni. Ahol ő elvette, megásküdt vele. Több egyik nap a marsik után. Az emberre jártan aztán fofalni, és a felesége mit csinál? Havarészet. Havarészet egy nap, két nap. De bizonyosan úgy megemlőd, hogy a szemem feladatott, és nem volt, amit egyéb. Hazamegyen Áspátúra, az es ehetnék. Kidolgozta jó magát, s facsari a fáit ára, facsari arra, nincs, amit ennyi rendetlenség. Gondolta magába, ez így nem jól van. Lehozott a podlásról, még az édesapjáé volt egy öreg, rongyus, fontos bundát, s azt az ajtó sorkához felakasztotta. Reggel azt mondta a feleségének, amielőtt állam ment dolgozni. Ne ez csak édes felesége? Ha neked valamire szükséged van, akkor te csak szóljál annak a bundára, és helyettem mindent megcsinál. Seppregátkás ki, váltás meg az agyat, és főzás se vacsora a fele. Mert ha én este hazajövök, s nem lesz rendben minden, akkor azzal találkoznak-e vala bundával, már lesz neki hozzád. Azzal az emberke vétette az ajtót, s elment. Feltel a menyecske, menjen a vödörhöz, hogy igyék, abba vize egy csepp frissá volt, s azt mondja bundának. Hallod-e te bunda, menjél vízni, nagy szomjas vagyok, ihatnám. De a bunda meg se szólal. Lágy a menyecskát, nyérgelődik szomjas. Azt mondja bundának. Vásd meg az agyat, seppregás ki, főzzél valamit. De a bunda meg se szólal. A menyecske visszakonyorodott, s aludt estig. Este hazudja az ura, hidár van utadé. Nincs vacsora rendetlenség. Azt mondja, látom, nem parancsolta a bundának. Dehogy nem, azt mondja, olyan szomjas voltam, s mondtam, hogy hozzon vizet, s látod, de nem mondod. S tüzet se te, ki se sepregetett, s vacsora se főzött. Na megállt a bunda, azt mondja, szaljál csak ki az agyból. Ha leszaludt a menyácska, mit akar az ura? Azt mondja, vedd fel ezt a bundát, ha te mithatem az ajtó sorkának, majd adok én most neki, amit nem fogadott ott. Méhozott egy jó, nagy, sumogós vesző, s adjad a bundára, ahogy az a bunda a menyácskén volt. S ütte, ahol érte, azt mondja a menyácska, jaj, ne üsd annyira, ne üsd! Ne sajnál, hadd el, hogy üssem. S újra ütte az ember, ütte, ahol érte, csak vakta veszővel. Egyszer azt mondja a menyácska, ne üsd ma annyira, na! Azt mondja, én megfogadom, hogy helyette mindent megcsinálok. Hónaptól fogva én főzök, ágyat vedek, sepregetek, vízért futok, csak ne üsd ma annyira, azt mondja, öreg ez a bundos, erős faj neki. Faj bizony a menyácskének, mert ahol érte, ott ütte az emberke. Hát, jól van, azt mondja, megfogadod, hogy helyette mindent megcsinálsz? Megfogadom, megcsinálok mindent, azt mondja, csak ne üssed. Hát, akkor az ember felakasztotta az ajtósorkához. Elment másnap megint dolgozni. Felkült korán reggel a menyácskát, serényen megvágta az ágyat, kisebb regátját, vízét futott, s oda-oda sajnított a bundának. Azt mondja, látod-e, hogy helyetted kell megcsinálni, már sajnálom. De a bunda nem szólott egy szót sem. Vacsorát között, s este az ura úgy várta haza. Haza is jött az ura, ezzel vissza csokolta a feleség, és azt mondja, na, hogy viselkedett a bunda? Nem szólottad egy szolcsa? Úgy szégyelte magát ott az ajtósorkának? Vidd fel, azt mondja, a podlásra, hogy ne es, lassan, még látni se akarom, azt mondja. Örökké csak sandit feléjem, hogy én dolgozom. Aztán az emberke felvitte a bundát a podlásra, s az asszony olyan serén lett, a bunda helyen mindenkről őt megcsinál. Félt, hogy nagy az ura újra megvárja a bundát. Aztán olyan boldogan éltek, hogy még ma esélnek, ha meg nem voltak. Úgy láttam, hogy most.
jelenlévőket, a versenyzőket, a felkészítő pedagógusokat, a vendégeket és a helybeli szervezőket, valamint az iskola igazgatóját, Szabja István urat is. Köszönjük szépen ezt a kellemes bevezetőt és a mesét és a sok-sok néptart is. Az évezred utolsó népzenei vetélkedőjének az első elődöntőjét tartjuk itt, ebben a délbánáti kis falucskában, Székelykövén. A Szójsípszó népzenei vetélkedő szervezői 14. alkalommal hirdették meg az általános iskoláskorú gyermekekre rangos versenyét. A kezdet kezdetétől a verseny záró részét, tehát a döntőt az Újvidéki Rádió épületében tartjuk, mivel az ötlet is innen indult, egészen pontosan a gyermekrádió szerkesztőségéből kelt számra. Az idén a döntőt április 24-ére szombatra tervezzük. A verseny 4-ére körzeti versenyek előzik meg, mivel úgy találtuk, hogy így is több lehetőséget tudunk biztosítani a versenyzőknek a barátkozása, bemutatkozása, fellépése, a pedagógusoknak és a találkozása. A pedagógusoknak és a csoportvezetőknek pedig több gondot is tudunk okozni ezzel, hogy a szükséges anyagi feltételeket is biztosítsák. A versenyt több korcsoportban és kategóriában bonyolítjuk le már az elődöntőkön is. Így az A korcsoporthoz a nagycsoportos óvodások, az első és második osztályosok tartoznak. A B korcsoportban a harmadik, negyedik és ötödik osztályosok versenyeznek. A C korcsoportban pedig a legidősebbek a hatodik, hetedik és nyolcadik osztályosok mérik össze felkészültségüket. A csoportok és kisegyüttesek zenekarok esetén alsós, felsős, illetve vegyes korcsoportokat alkottunk. Énekszólisták és kettősök, hangszerszólisták és kettősök, énekcsoportok és kisegyüttesek nevezhettek be, akik a tiszta forrásból merítenek, tehát eredeti magyar népdalokat énekelnek. Az elején említettem, hogy a gyermekrádió szerkesztőségében indult útjára a verseny. 6 évvel ezelőtt az anyagi körülmények miatt és egyéb körülmények miatt is társ szervezőt kellett keresnünk, illetve találtunk is. A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete készséggel állt rendelkezésünkre és kitartóan támogatja a rendezvényünket. És most néhány számadat. 15 évvel, 14 évvel ezelőtt is 4-500 résztvevője volt a versenyzőnek, a versenynek. Ez a mai napig is így van, az idén 400-420 résztvevő nevezett be, 102 műsorszámmal, 36 községből, vagy a területéről, 48 felkészítő pedagógus vett részt a munkában. Itt a résztvevők közül 5 hangszerszólistát hallunk, 4 kisegyüttest, 4 énekszólistát és 3 énekcsoportot. A körzeti versenyeken 3 tagú bírálóbizottság követi figyelemmel a fellépőket, de a döntést csak az utolsó körzeti verseny után hozzuk meg, tehát 21-én tartjuk az utolsó körzeti versenyt jövő vasárnap Pólán, és csak az azt követő héten ül össze a zsűri és dönti el, hogy kik jutnak el a körzeti versenyből a döntőbe. A bírálóbizottság tagjai Horváth László az Újvidéki Rádió népzenei szerkesztőségéből. Gábor Károly az Újvidéki Rádió zenei rendezője. Jó magam, szavokat élna. Itt van velünk a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének elnöke, Nagy Margit is, aki ezúttal van. Ezúttal a gyermekrádió műsorai számára készít beszélgetéseket, úgyhogy a versenyzőket megkérjük, hogy a fölépés után az előcsarnokban valahol majd találkozzanak vele, és az első riportműsorokat már csütörtökön fél 10-kor hallhatják az Újvidéki Rádió Rádiónál. Ezzel sok sikert kívánok a versenyzőknek, a jelenlévőknek pedig kellemes szórakozást. És még azt arra szeretnék kérni a pedagógusokat, hogy a verseny után egy rövid megbeszélésre majd találkozzunk a tanárival, és a hangszerszólisták azok itt az asztalon fognak muzsikálni az asztalnál, az énekszólisták meg oda kiállnak középre, a csoportok és az énekcsoportok is itt fognak fölépni. Kellemes szórakozást! Hangszerszólisták és kettősök kategóriája.
Gilice Szamonta és Német Izabella, 4. és 7. osztály, Petőfi Sándor Művelődési Egyesület Vásár. Tudankori Gépdal csoport, felkészítő pedagógus Derücs Vivia és Krisztai Vajnóta.
Kornélia csoport felkészítő pedagógus Micsi Béla. Thank you.
Thank you.
beállítás ugyén nagy. Mert ez is van bővő elődési egyesület, világsági népdalcsokot, elkészített pedagógus, Gorsa Ilonás, Lévis Kivie. Minden fal lebelem, minden fal lebelem.
tehát 8. osztályosokból állok két általános idegzemetről. Rába Kedi névdalok, elkészített pedagógusból alsó. Thank you.
a szobád is szöpletlen, ő lecsókolja, kit szeret. Ezt szeretem legjobban, ezzel táncolok jobban, vége, vége mindennek, vége a szerelemnek. Akit szeret, itt el, ezt szeretem, ezt kedvelem, ez az én édes kedvesem. Járjad, járjad, jobb katona, hadd ugorjon a Mariska bakszerda. Akit szeret, vidd el, ezt szeretem, ezt kedvelem, ez az én édes kedvesem. Járjad, járjad, jobb katona, hadd ugorjon a Mariska bakszerda. Kiskacsa fürdik fekete tóba, anyához készül Lengyelországba. Csíkos a talpa, mákos a sarka, akit szeretsz, kapd meg. Kiskacsa fürdik fekete tóba, anyához készül Lengyelországba. Csíkos a talpa, mákos a sarka, akit szeretsz, kapd meg. Onnan albakoltól jönnek a zsiványok, hárman ülnek egy lovon, dorombot csinálnak. Ecipádi rokonai téged hívnak sorban, nem mertek barátom, mert lovam Sánta. Sánta lovam paripám, hízik a mezőben, szép asszonyom szeretőm, lakik Borsos Győrben. Annak olyan fejkötője, az egeket kapja, annak olyan cipellaje, hegedül a sarka. Íprici fia, Epsálita, jó lesz a mámám, papalica. Papalica, mámám, süt ki te kislány. Bíró Lidia és Daniel Elizabeth a harmadik osztály székely tanári tanuló, a Kovinai székely Linda a csoport dalokat énekelnek. Felkészítő pedagógus Daniel. Édesanyám, sok szép szava, kit hallgattam, s kit nem soha. Hallgattam egy-egy gyarira, de nem az édesanyám éről. Most hallgatnék, de már késő, esik előttem az eső. Én azt tudtam, eső esik, de csak a szemem könnyedzik. Szemem könnyes, orcam nedves, mint érted van te kedves. Ma menj asszony, hónap asszony, hónap után kómám asszony. Ma menj asszony, hónap asszony, hónap után kómám asszony. Édes szemem, mit aludtad, édes kezem, mit nem fontad. Mert hogyha te fontál volna, több lepedőt kaptál volna. Lepedőcske, kis pálnocska, kicsi borzós lejanyocska. Lepedőt és egyet adtak, azt is nem fír, kóbolt fontad.
tudok. Lepedecskák és pálnacska, kicsi borzos lejányocska, én még úrat ma kapok, csak lepedőn nem szabok. Kisöcsémben híres kislány vagyok én, kinek csókölgy jön ide, adok én. Adtam csókot, adok is a legénynek, barna legényt választok szeretőnek. Három alma egy tányér van, mint piros, a legénynek lányhoz járni nem tilos, tilos volna. Egy igaz szeretőre találna. Kis kertemben szedik a virágot, én is szakajtok róla. Azt mondja a kedves kis angyalom, hogy vigyek neki róla. Viszek neki, édesanyám, mert én szeretem. Ne mondják a kis öcsényi lányok, hogy én csak hitegetem. Udvaromban van egy ezgő nyárfa, földre halik az ára. Rászállott egy sárga lábú madár, mindig csak úgy sír dolgát. Mindig csak azt sírja, ria, hogy álva vagyok. Bejártam a szélesebb világot, szeretőt nem találok. Én ültettem a rózsafát, már szedi le a rózsáját. Én szerettem szűkít barnát, már síli vele világát. Te voltál szeretőm, nem más, essen beléd a nyílamás. Nyolc garasnak így a fele, evett volna meg a fene. Tárc Szilvia tetik osztályos becske lelki tanuló pártért a Sándor Művelődési Egyesület képviselője. Tarcsai évdalokat énekel, elkészített pedagógus Tényen. Ellopták a csikóm, ciprusfa erdőből, ellopták a rózsát. Az anyja öléből. Keresik a csikót, sehol nem találják, de a kedvesemet az erdőben hagyták. Kiöntött a tiszta vize messzire, valamennyi szív kislábot elvitte. Fogja aki hát mindenki a magáit, ne szeresse soha senki a másit. Nincsen kedvem, mert elvitte a fecske, egy magányos jegenye fára tötte. Majd lesz kedvem, visszahozza a szélvíz, a Dunából majd kifogja a révész. Sárga kukorica szár, másodjára kapálatlan maradtál. Szőke legény, barna lány, öleletlen, csokolatlan maradtál. Sárga csipkés a kötőm, elhagyott a piros barna szerettőm. Ha elhagyott, nem bánom, nyílik még a te a rózsa a nyáron. Köszönjáni, a Diány Teművelődési Egyesület felsős csoportja, én a főgéneket eljöttnek föl.
nyolcadik osztály teveje csak. Szatmári Húsvét tanult népdalokat elkészített pedagógus Kovács József. Ma van húsvét napja, másod éjszakája, jó tudjátok, még a madarak is, mindenféle fák is, örvendeznek, örvendeznek. Juliska, Boriska, Rebeka, Zsuzsána, kegyes szűzek, kegyes szűzek, kell fel hát a gyarbor, cifra nyoszoljátok, arra kérlek, szépen kérlek. Csillag, Boris, tudom a nevedet, érted vagyok, halálos beteget. Vesd rám, rózsám, fekete szemedet, úgy tudják meg, hogy szeretsz engemet. Pokolj, levél, tiszta búza, majd kinyílik az ibolya. Az ibolyát akkor szedik, mikor reggel harmat esik, én az uram nem szeretem. Még a csokját sem kedvelem, ifjasszony szeret engem, barna legény illet engem, ha szeretne, vár el benne, papírosba búcsút benne, aranyláncot, 12-t, 3 aranyos fürdőt, ég a gyertya. Ég a gyertya, ha begyújtják el, és a szik, ha elfújják, ha az Isten nekem adja, nem kell nékem, az aranya, ég a gyertya. Szállj ki már, ment vagy már, táncolni se tudom már. Beugrott a kerékírha, ajajajajajaj, Szamos partról egy ladika, ladi, 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 hopp, hopp, hopp. Ott várta már pintérteske, ajajajajajaj, mert elvezett a tűzesbe, ladi, 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 hopp, hopp, hopp. Csak a ladikót álfából, ajajajajajaj, rúgjunk ki át a hárfából, ladi, 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 hopp, hopp, hopp. Repüljünk a csillagokig, ajajajajaj, lássunk ki mi hajnalig, ladi, 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 hopp, hopp, hopp. Erdő mellett nem jó lakni, mert sok ölfát le kell vágni, három ölet meg egy felett az ölel meg, aki szeret 13 kacsa tojás, ez a kislány fodros ruhás, nem az Isten adta néki, a babája vette néki, elment az én uram Pestre, majd hazajön, hol a Pestre főzök neki száraz tésztát, rádergelem a kis macskát. Ezért a legényét nem adnék egy amát, sej, aki a lány előtt összehúzza magát, összehúzza magát, eltartja a száját, sej, jegye meg a fene azt a mávé száját. Nem adtam a jobbot a rossz pálinkáért, sej, nem a szegény legényt a gazdag fiáért, mert a szegény legény dologra hajlandó, sej, de a gazdag fia lustaságra valog. Minden este várom a kérőkön,
ember, ha meg, ha lesz, meg ne halljon érte. Marsos neki a tavaszi bácska, nekem olyan emberecska kéne, aki nekem receptot venne. Egyszer-tétszer jól még a reggátne, belőlem is fenyeske lenne. Édesanyja, ma megúta tartani, vigyel inkább a piacra adni. Ott egy sot lesz azért rozsa még benni, mindez is mész fog érettem fuzsátni. Éges rozsa, ma megúta szeretni, szabad neked már szeretőt keresni. Adjon Isten szépet jobbat nálamnál, nekem pedig igazabbat, mint voltál. Adjon Isten szépen jobbat nálamnál, nekem pedig igazabbat, mint voltál. Nagyon szépen köszönjük a vendégek fellépéseit, a közönség türelmét, de még hosszabb is lehetett volna valószínűleg, ha mindenki megjelenik. A versenyzőket arra kérjük, hogy ezután az ebédőhöz menjenek, mert hogy uzsonnázni kapnak, a pedagógusok pedig a tanárival találkoznak. Viszontlátásra!